Köszöntöm kedves nézőinket, mai műsorunkban megismerkedhetnek a nagy dobronyi Balogh családdal és gazdaságukkal. Láthatnak szürke marhát, mangalicát, és ahogy látják, egy csodálatos horgásztavat. Tartsanak velünk! A nagydobronyi horgásztanyán. Hogyan indult ez? Honnan jött az ötlet? Nagyon fiatal vagy, és mégis nagyon ügyesen vezeted ezt a gazdaságot. 19 éves koromban jött ez az ötlet, hogy ki kéne nyitni ezt a tót, mert ez nekünk adott volt, ugye. Édesapám korábban foglalkozott vele, itt ilyen üdülőhely volt. Rég jártak, itt voltak ilyen beszedkák, meg mit tudom, most át van alakítva inkább a horgászatra. De régebben itt ezen a tón csak így üdültek, vízibicikli volt, meg na, így pihenni jártak ki az emberek, fürödni, rengetegen jártak ide. És utána bezártak, mert már apukám nem szeretett volna vele foglalkozni. Én ott voltam Budapestre, elmentem tanulni, 12 évesen. Igen, fociztam az Újpestnél. Hát csak utána így, nem tudom, annyira már kiszerettem a fociból, vagy annyira már nem ez volt az élet célom, és akkor inkább hazajöttem. Mondom, kinyitom, mint horgásztó. 19 évesen jött ez az ötlet, és akkor azóta csinálom. És hogy kezdtél bele? Mi volt itt az első tereprendezési? Hát itt ugye be volt meg nőve minden, ugyanúgy, ahogy régebben, úgyhogy így tisztítgatás, újítások, festések, berendezések, tó, átrendezés egy picit. Úgyhogy halakacsokat már akkor telepítettünk. Igen, hal telepítés, hát így minden, ami a horgásztóhoz szükséges. Ugye, ami nem ide tartozik, azt eltakarítottuk, ugye az üdülésre, ami maradt. Mennyi időbe telt az ötlet és a megvalósítás? Hát egy ilyen 7-8 hónap alatt sikerült már mindent úgy beállítani, hogy horgászható volt a víz. Környéken nincs ekkora vízfelület, még egy ilyen horgász. Milyen területen terül el kb? Ez a kisebbik tó, ez 3 hektáron, a nagyobbik pedig 5 hektáron. Hát azért hatalmas. Hát igen. A másik, a nagy tón szeretnénk jövőre egy ilyen sportot csinálni, sporthorgászatra, mert itt a környéken nincs rá lehetőség sehol. Legközelebb így Lembergben van tó, ahol lehet így sporthorgászni, ahol így 4 kilótól fölfelé vannak ilyen nagyon szép halak, és sokan csak azt szeretnék, így megfogják és visszaengedik. Mennyire kell befektetni ebbe a tóba, hogy látod? Hát mi minden sok héten. Munkával jár? Hát munkával is jár, ugye rengeteg terület, ezt mindig kaszáljuk, így rendbe tartjuk, hogy ugye az emberek mindig visszajárjanak meg, ezt így kell csinálni. Minden héten 600 kg halat szoktunk telepíteni, ilyen fél kilótól 2 kilósig. Ezt körülbelül ki is fogják minden héten. Így ez be van állítva, hogy így nagyjából mindenki fogjon, aki egy kicsit is ért a horgászathoz. Most is vannak, azért látom. Most ez körülbelül hány horgász van itt épp jelen? Hát körülbelül 30-32 horgász van ma. Ez nem egy olyan, nem túl jó létszám, de elég jó. Így az időtől is függ sokszor, hogy mennyien vannak. Mennyi a maximum? Amit a tó elbír, hány embert? Hát meg amennyien jöttek eddig például. Százon felül, így 120-130-an voltak már. Annyi horgász. Meg ugye vannak ilyen kis házaink, ezt ki tudjuk adni, külön szektor. Itt tudnak sütni, főzni az emberek. Akkor kijönnek egy-egy bográcsosra halászlé. Persze, családostól is ki tudnak jönni, egy kicsit így pihenni, vagy egy születésnapot megtartani ilyen nyugodt körülmények között, mert nem arról szól, hogy itt most nagyon berúgjanak, vagy hasonlók, hanem hogy itt nyugodtan a család el legyen. Igen. A horgászatról szól, meg a pihenésről ez az egész. Szereted ezt csinálni? Hát én nagyon szeretem. Én 3 éve csinálom,
meg mondjuk ezt én el tudom érni így magamtól, mert ugye apukám segítségével így ki tudom nyitni ezt a tót, mert ugye egy ilyent elérni az embernek magától nagyon sok idő kell, meg rengeteg pénz, hogy egy ilyen tót megvalósítsa. Úgyhogy ez kár lenne nem üzemeltetni ezt a horgásztót, meg úgy veszem észre, hogy minden éven egyre jobb, egyre többen jönnek, meg egyre több jót hallok vissza, úgyhogy nagyon jó. És honnan járnak? Környező falukból, városokból, hát már Újlakró, Ungvár, Munkács, Beregszász, mindenhonnan szoktak jönni. A 40 fok se zavarja őket, ha nagy meleg van? Nem nagyon. Nem nagyon, ugye? Nem nagyon. Hát ugye van nekünk itt egy bárrész, nyugodtan tudnak inni sört, limonádét, enni egy bagettet, egy hamburgert, egy kávét meginni. Ilyen alap dolgokat hozunk a horgászathoz, ami kellhet. Ami szükséges. Igen. És milyen halak vannak benne? Mit is mondtál? Mi az, ami a legszebb? Nagyon sok faj megtalálható itt. Ponty, amúr, busa, harcsa, minden. Szinte kárász, keszekfélék. Mi a közkedvelt? Miből van a legtöbb? Hát ugye a legtöbb az a ponty, mert abból minden héten telepítünk, meg ugye az bejön a vízbe, a hal, a friss hal, és akkor az elkezd keresgetni, az eszik a legjobban. De vannak ilyen nagy halaink is, 17,5 kg rekord az éven. Amúrból, ponyból meg 13. Úgyhogy vannak szép halaink is. Azért szeretnénk a sportot megnyitni, hogy ezeket át tudjuk tenni, hogy olyan emberek tudják kifogni, akik értenek hozzá. Meg sajnálom, hogy matrac nélkül sokan eljönnek, és akkor nem tudják, hogy is kell ezzel a nagy hallal bánni, meg nem is láttak még ekkora halat sokan. És mi a sorsa egy ilyen 17,5 kilós halnak, aki kifogják, visszaengedik? Nekünk vannak matracok, szájfertőtlenítő, meg ilyen nagy merítőink, és akkor ha észreveszünk, hogy valaki már fáraszt, akkor szaladunk, segítünk neki. Ugye még itt sokan nem tehetik meg, hogy matracot, meg szájsprét, meg ilyesmit megvegyenek, és akkor így lefenyképezzük, megmérjük és visszaengedjük. Ennyi, már 3 kiló fölött nem lehet elvinni halat. Azt már meg, az minden megy vissza a tóba. Család mióta foglalkozik állattenyésztéssel itthon? Vannak mangalicák, Rolandnak tava van, és még van... Hát igen, a család igazából minden. Hát egy ilyen 15 éve. A tóval meg vagy 18 éve körülbelül foglalkozunk. Hát a tó is volt a tón is volt. Halat is neveltünk, eladtuk, volt mindenféle ágazat ennek az egésznek. Most a legjobb volt, a legegyszerűbbet választottuk a horgászot, amit telepítjük alatt, aztán kihorgáztatjuk. És a mangalicák hogy jöttek? Volt a mangalicát, azt valamikor Tarpáról hoztuk be, meg itt ez egyszerű falusi embernek is volt belőle, és így vettünk egy pár kocát, és így indultunk el vele. Volt amúgy egy 40-50 kocás telepünk is, de most visszaépítettük, mert hogy itt most átépítjük az egészet, egy ilyen 10-15 kocát hagyunk meg, aztán majd újra fel akarjuk emelni, vagy ilyen 30 kocásra, gondolom, hogyha minden rendben lesz. Többre nem, de annyira igen. Ennyire van igény? Hát igazából nem, igény nem nagyon van rá, hanem mi ezt igazából feldolgozzuk ennek a produktumát, úgyhogy ezt, amit nevelünk, ezt kifeldolgozunk, egy kis feldolgozó műhelyünk, és akkor abba csinálunk inkább sonkát, szalonnát, kolbászokat, de főleg a sonka az, amit specializálódtunk, azt tudjuk is csinálni, meg szeretjük is, meg vannak ilyen emberek, akik azt igénylik, meg húsvét, meg karácsony idején azt megvásárolják, megrendelik. Ez ilyen akkor... különlegességnek számít amúgy. Hát igen, mert ez ilyen kézműves munka lenne, ez mind kézzel készül, simán csak sózzuk, naturálisan, sima sóval, kis porcukor, ez az, majd később megmutatom. Hogy működik. Mennyire igényesek a malacok? Látom, hogy nagyon jól el vannak a dagonyában. Semmennyire, csak az ilyen lennek föl, sár, egy kis deszkakerítés, ezeknek ez a világ. Így érzik jól magukat, jó kis szabad élet kell nekik, ez a lényeg. Ezt nem lehet tartani betonon, vagy bármilyen zárt helyiségben, mert nem fog fejlődni semmit. Így megesznek bármit, igazából nem igényelnek, nem tudom milyen tiszta minőségű kukoricát, vagy bármit, hanem ami megvan, az a kombájn után, vagy ilyesmit, az összedaráljuk, és azok megetetjük velük. És kis fület esznek. Hány kilósan vágják egyébként? Hát igyekszünk minél több kilóson levágni, egy ilyen 140 amúgy az ideális, de a jobb az a 180-200 kilósak az, ami igazából jó nagy sonkát lehet belőle kivenni, meg jó vastag a szalonnája, 10-15 centi szalonnája is van. Úgyhogy azok keresettebbek. Valaki nagyon szereti, valaki egyáltalán nem szereti. Ez ilyen.
láttam, hogy kis malacok is vannak, színesek még hozzá. Igen, igen, majd itt egy kis szaporulatunk, persze. Van itt most egy 20-30 malacunk, úgyhogy azt majd meg tudom mutatni, itt vannak. Igen, ide szoktuk leválasztani őket. Az anyutól leválasztjuk, mindig külön rakjuk egy időre, még ellapasszák a tehet, aztán még kiengedem, szabadon járnak ezek mindenhol az egész területen. Még körülbelül ilyen süldőkorukig, ilyen 40 kilósig, aztán fogjuk be csak őket egy ilyen kicsit, egy ilyen azt mondom, hizlalda, de nem hizlalda igazából, mert csak főt kapnak, meg ilyen sima kukoricát, meg árpát, meg ehhez hasonló dolgokat, úgyhogy meg nagyon sokat eladtunk, úgyhogy most is volt, hogy 50-60 darabat maradt itt, vagy 20 darab maradt összesen most. Hány hetesek? Hú, hát ezek ilyen 8 körülbelül. Vannak benne kisebbek, nagyobbak. És ezek tejet kapnak valameddig? Á, nem, hát ez csak az anyuktól, amit szívnak annyi. De most már vannak választó, úgyhogy most már itt lesznek egy 2 hétig, aztán majd ki fogom érni egy nagyobb helyre őket. És az addig van, míg leszoktam őket gilisztázni, mert ilyen mindenféle giliszták benne, ez azért, mikor kikerülnek a hizladába, azért leszoktam őket oldani. Egyszer, és akkor utána semmi. Utána csak kapják a füvet, ki vannak engedve néha egy kicsit az erdőbe, a töltésre, nem sok időre. De már utána nem lehet kiengedni 40 kilós után, mert akkor nagyon messzire elmegyen. Jaj, értem. Úgyhogy elszöknek igazából, ez a baj velük. Egy ilyen kisebb korukban még itt el vannak itt a gazdaságban, meg itt eljárkálnak, de aztán probléma van velük, mert szöknek mindenfelé. És mangalicák között is vannak fajták? Mert persze. Láttam, hogy van fekete, vörös, ez mibe számít? Ízre is számít valamit? Vagy tulajdonságuk más? Tulajdonságuk igazából, mert a vörös az egy húsosabb fajtának számít igazán. Meg a fekete, úgy hívják igaz a fecskasú, de ez egy kicsit ilyen kevertebb lett már, úgyhogy ez egy kicsit ilyen, van benne egy kicsit másabb is, de viszont a vörös az ilyen, inkább a húsos, arról híres, hogy inkább húsosabb. Uh-huh. A fehér viszont nagyon szalonnája, zsírosabb, úgyhogy nagyobb a szalonnája, vastagabb, de általában az emberek jobban szeretik a fehéret. Nem tudom, miért Magyarországon is jobban szeretik a fehéret. Közelebb áll a házi malachoz, vagy házi vagy talán, nem tudom, olyan természetesnek találják. Annak ilyen göndörebb a szőrés, meg vastagabb, nagyobb, ilyen dongásabb, szélesebb, kicsit ilyen valódi, azon valódibb talán, gondolom én. De úgy, hogy tartunk mindenféle szint, van mindenféléből. Aranyosak. Van. Összesen van, vagy 80 darab. Borjastól, tehenestől, bikástól. Körülbelül 80. Van ilyen 30 most szaporulatunk, van 40 pár tehenünk, van ilyen egyéves előhasú hűszőnk is van, de még van, amelyik nincs befolyatva. Úgyhogy a tálisnek egy darabcsik lassan. Úgy igazából az anyatején az 41 darab. Uh-huh, és hányjal kezdtétek? Hú, 10-zel. 10-zel kezdtük. 10-zel körülbelül. Tehát körülbelül lett is hozzá vásárolgatva, és el is adtunk belőle. Úgyhogy most ez egy ilyen 60 tehennél szeretnénk megállni, egy 60-70-nél körülbelül ez a terület, ami itt van. Még nem csak itt van, itt a körzetben van, annyit fog elbírni. Mert úgy gondoltuk, hogy a szaporot azt folyamatosan felhizlaljuk, meg eladjuk. Uh-huh. Természetesen, hogyha majd lesznek cserék, akkor a teheneket azt majd leírjuk, és ahelyett akkor rakunk be majd újakat, hogy tudjanak tovább működni. És hol tartjátok őket? Szabadtartásba? Persze, csak ridegtartásba tartjuk. Van ilyen karámunk, bent van itt az egyik helyen, ahol voltunk az előbb, ott tartjuk őket, minden este odahajtunk be, minden egyes nap idehajtunk, és azt este visszahajtunk. És télen is kim vannak a szabadba, ugye? Igen, általában kim vannak, van nekik, ahova be is tudnak menni, van egy ilyen félereszerűség, de viszont nem mind szeret bemenni. Lényeg az, ne széltő lóval legyenek, meg legyen száraz hely. Ha száraz helyen vannak, akkor velük semmi probléma nincs. Nem nagyon igénylik, hogy zárt helyen vagy tetőszerkezet legyen felettől. Inkább az öregebb tehennek azok, amik azt mondom, hogy azok bemennek. Az ilyen tizen pár évesek már. Amúgy a fiatal az el van kint, csak száraz legyen az a lényeg, száraz hely nekik. És hogy vágtál bele, hogy a családotok az állattenyésztéssel kezdett el foglalkozni? Azért Dobronyban inkább a mezőgazdasága. És megvan a mezőgazdaság része, és gazdálkodunk egy ilyen 120 hektár földön amúgy. De viszont, mi ahogy itt van ez a tórész nekünk, így muszáj hozzátennünk egy kis mangalicát, egy kis szürkemát ahhoz, hogy ez megére fenntartani. Mert nagyon nagyok a költségek, folyamatosan nőség, villanyára, madarak, munkások. És akkor így ebből is, meg abból is egy kicsit mindig toljunk, idébb toljuk, odébb, innen ide vesztük, onnan oda tesszük, aztán így lassan visszük előre fel az éveket. De így, ez is csak úgy érni meg foglalkozni, mert van egy körülbelül egy ilyen 60 darab tehén.
Nagy család vagytok. Nagy, hál' Istennek. Van négy fiú. Uh-huh. Négy fiú, meg egy lány. Másnak dolgozik mindenki. Azt lehet mondani, hogy a kislányon kívül, úgyhogy segítenek mindenbe. De ők csinálják amúgy a nagy részét a munkának igazából. Megad még mindenki. Feleségem otthon a háztartást. Győzi? Kaját. Hát nehezen. Ennyi emberre mosni, ennyi mocskos ruhát. Meg rendbe tartani, meg főtt kaját készíteni, úgyhogy elég az neki. Úgyhogy te presbiter is vagy, ha jól tudom. Így van. Én az éve lettem presbiter. Uh-huh. Hát ott is megvan a dolog. Ott is igyekszünk helytállni mindenbe. De akkor vallásosak vagytok. Így van. Áldás így van a munkátokon, az így látszik. Van, hál' Istennek, az látszik is. Épp ezért is vállaltam el, hogy amit tudok azért szegényeken, vagy eletesen családon tudjak segíteni. Mind, ilyen munkákat azért szívesen elvállunk, ahol segítségre van szükség, amit tudunk azért, tudunk nyújtani, segítünk. Lássátok, ezek ilyenek. Itt van, úgy szeretjük őket, mert jók, meg egyszerűen amúgy nagyon szilajok, jó, szeret a jó legelőt is, de viszont el van a sivá legerőn, el van a végnyan, a gyengén is, de viszont amúgy meg, hogyha meg úgy van, akkor szeret jól lakni. Folyamatosan esznek, amúgy folyamatosan mennek, esznek, nem úgy van, mint a házi marha, az otthoni, hanem ez olyan, hogy ez folyamatosan megy. Úgy eszik, megy, harap egyet, megy tovább, harap egyet, megy tovább. És nem mennyire arra. Kényes amúgy? Valami hát kényes, betegségek megtámadják őket? Semmilyen betegséget nem is tudtuk oldani, csak girisztától oltsuk le, meg légfenétől, ami kötelező az állatorvosi. Megkívánják, hogy le legyen oltva, meg girisztától ne oltva semmi mástól. Tavaszi kihajtáskal, meg őszi behajtáskal. Ezt ennyi. Igazából semmi az évben a világon belül nincsen. Nézd csak, hogy szaglászak a levegőt. Egy idegeneket éredek, jó a parfümöd lehet. Jönnek folyamatosan közel, van egy új arc, valaki megjelenik a gazdaságba, akkor jönnek, azt jönnek érdeklődnek, jönnek közel, néznek, hogy ki vagy, mi vagy, szaglásznak folyamatosan. Amúgy érdekes ország. Amúgy nagyon masszívak, nagyon erősek, nagyon bírják a gyenge tápot is, a gyenge füvet, a gyenge szénát is, de viszont amúgy igénylik, hogy jó helyen legyenek, jó füvet kapják. Most hál' Istennek az éven nagyon sok az eső, és így egyszerűen nagyon rengeteg fű van. Leeszik egyiket, mennek a másikra. Mielőtt leeszik, mennek a harmadikra, és jöhetnek újra az elsőre. Úgyhogy tavaly egy kicsit több problémánk volt vele, tavaly jártunk az árterületekre, mert ott vannak ilyen mérhetetlen mennyiségben sásas, meg mindenféle ilyen bokros, meg ilyen vadkomló, ezt is nagyon szereti. És akkor mivel, hogy tavaly ugye ki volt sűrve az összes legelő, már a július elejére, úgyhogy folyamatosan oda jártunk, de teljesen télig, valamikor decemberig, mert nem jött meg az árvíz, és akkor folyamatosan tudtunk arra járni, és nagyon jó volt. Nagyon jó, mert ezeknek folyamatosan, ezeknek télen is ki kell járni, ezeket nem lehet bent tartani. Ezek ilyen sporttehenek. Így van, kimennek, ők kapargálnak, szednek, mindegy, mennyit esznek, de folyamatosan kell nekik kint lenni. Hívja a borját. Mikor keresik a borjukat. De évente egyet ellik mind? Mind egyet ellik, igen, évente. Nincs csak, 9 hónap bodri. Ellik. Kopasz, menj el. A hűtőkamrában, itt tároljátok a füstölnivaló, vagy a lefüstölni? Így van, a füstölnivalót is, és a füstöltet is. Mert ez egy olyan kamra, ami ilyen speciális, folyamatosan adja a hideg levegőt, és ez szárítja is a sonkát, meg megfelelő hőmérsékleten tartja is. Ez az, amiről kint beszéltem, hogy itt dolgozunk fel az ottani megtermelt mangalicát, amit meghagyunk, az folyamatosan ide kerül abba a hűtőházba, itt kint fölpucoljuk, aztán ide bekerül. Sózva van, látom. Igen, ez csak egy sima kősót használok, a porcukort és borsot, semmi mást. Ez egy megfelelő mennyiségű keverékbe össze van keverve. Nagyobb sonkák állnak egy hónapot, ez igen nagy, lehet egy másfelet, és akkor kileverem róla a sót. Amúgy közben szoktam őket nyomkodni, folyamatosan megtöltöm a sóval, folyamatosan kinyomkodom, hogy az a hús egy kicsit ilyen áttörjön, magába tudja írni, szívni a sót. És minek kell vele porcukor? Hát van egy ilyen fajta baktérium, ami megtámadna anélkül, egy ilyen butózis nevezető, mondjuk az elég veszélyes, és ha van benne porcukor, bors és ez az egyszerű, sima, naturális késő, akkor ez a keverék megadja azt, hogy a megfelelő hőmérsékleten van tartva, akkor védi és nagyon finom minőségű. Szóval meghagyja a húst, a saját
saját ízébe, nem vitolján sehová, nincs rajta semmilyen plusz íz, hanem azt akkor tényleg, amit megtermelünk, akkor azt adja ki. És akkor utána leverem a sort, és ilyen hideg vizet engedek, sima hideg kuti vizet a kádba, és itt kiszoktam áztatni őt egy-két napig, aztán kiszárítani, és úgy kerül a bükfa füstöl, indul a füstöl. Az is egy természetes füstölő. És mennyi ideig füstölitek? Hát azt szoktam füstölni, attól függ, milyen a fűrészporom, vagy a háncsom, azt szoktam füstölni 2-4-5 napig. De nem folyamatosan füstölöm, hanem csak ilyen 6 óra, 8 óra osztályokat, utána pihentetem, utána újra füstölöm. Uh-huh. Úgyhogy és azért ilyen jó kis állaga van. Ez most egy hónapja itt ez a sonka körülbelül. De viszont ez már nagyon finom, ez már jó szár. Ez, ha most kivennünk belőle a csontot, akkor nem lenne nyírkos meg puha, hanem akkor jó kis szára sonka lenne már. De ugye a legjobb, hogy egy ilyen 4 hónapos korában, amikor bekerül a vissza az élelőbe, akkor egy 4 hónapos kor után már, akkor már nagyon jó. Le a kalapa. És mitől van itt ilyen hideg? Hogy oldjátok meg? Mi hűt itt valami? Van két agregátum, itt van a fönt, egyik és másik. Ezek folyamatosan egymás váltják, úgy kapcsolnak, és minden kettő ilyen levegőbefúvós. Úgyhogy azt a minőségű levegőt és mennyiségűt, amit ő lehűt, az folyamatosan forgatja ebbe a hűtőházba. És ezért is jó, mert ugye a sonkát is ilyen tengeri levegőn, sós levegőn szárítják, és itt rengeteg a só, és így folyamatosan forgatja a levegőt, és így nagyon jó minőségű sonkát tudok készíteni. És szalonnák is vannak, látom. Ezek igen. Zsíros szalonnák? Azok zsírosak, de vannak húsosak is? Inkább zsíros szalonnák, meg is tudom mutatni. Ez egy ilyen mangalica, az, ami a sonkát ki szoktam belőle szedni, és akkor ez egy ilyen vastagabb szalonna. Ez rendes rétegek. Igen, ez egy ilyen 10 centis szalonna, ezen rajta szoktam hagyni a karajt. Uh-huh. És akkor ezt attól így füstölöm ki, így van, és akkor attól finom, mert meg itt ilyen darab szalonnák vannak. De ezt csak két hétig szoktam a sóba tartani, aztán kiászhatom ugyanabban a technológiával, és kiszállítom, és akkor utána megy a füstöl. És ez szalonnás kenyérre a legjobb, vagy befőzni valami bográccsal? Sűrve, bográcsba, simán lehet enni reggelire, nagyon finom, nagyon ízletes. És ez valódi mangalica. Ez a valami lényeg igazából, és ezt siet senki nem tart most a körzetbe se. Mert ipari húsokat lehet kapni, de az nem tudsz a minőséget belőle gyártani. Ez egy ilyen 12-16 hónapig nő meg 140 kilósra, úgyhogy ezzel küszködni is kell igazából, de viszont ez meg is éri, mert ez produkálja. Itt szoktam lefüstölni a sonkákat. Raktam is föl egy hőmérőt, mert fontos a hőmérő, ahhoz, hogy lássam, hogy mennyi fok van a füstölőben, ezen a szinten tartom a sonkát ott beaggatva. Uh-huh. És akkor igyekszek egy ilyen ideig tartani, egy 25-28-30 fokig, hogy van benne egy kevés vízmennyiség, hogy az kicsapja belőle a meleg, forró füst, az kinyomja belőle, van itt egy ilyen dudaszerű kiárat, és akkor azon ki pár képébe távozik a sonkából. Érdemes egy kicsit jobban megizzasztani egy negyedik nap után, nem fontos egyből, hogy ez a bizonyos mennyiségű víz kimenjen belőle, és akkor utána már csak visszakerül a hűtőházba, és akkor ott szoktam érelni már egy hónap után nagyon jó. De volt olyan sonkám, ami volt 10 hónapos, 12 hónapos is. Csináltam olyan sonkát is, amelyeket nem füstöltem, mert csak ilyen mediterrán volt. Uh-huh. Viszont az egy ilyen kis penyészréteget kap, az egy ilyen másfél centit le kell róla faragni, de az is eszméletlen finom. De ugye ez igazából csak a mangalicából, ami ilyen naturális. Hús nem lehet készíteni ilyen karámba tartott, ilyen 5-6 hónapos 120 kilós disznóval, nem tudok minőséget csinálni, mert nagyon sok benne a víz, meg szárazabb, meg keményebb. Ez meg ilyen jó kis át van szőve, ilyen lágy zsírrétegekkel az inak mindenhol, és ugye ez vágod, ez érdekben jó kis puhácska, jó finom. Nézzünk be! Hát ez egy ilyen füstölő, egy ilyen egyszerű paraszt, hagyományos füstölő, ebben csak teszek bükfa, háncsot vagy fűrészport, nem szoktam csak azzal füstölni, és akkor beaggatom a sonkákat, 2 óra fér bele, 9-10-12 sonka, amikor mennyit tudok belerakni. És túl sokat nem rakok, hogy meg legyen megfelelő távolság, hogy érje a füst rendesen mindenhol. Mai műsorunkban megismerhették a nagy dobronyi Balogh Lászlót és családját, családi gazdaságát. Ha tetszett a műsorunk, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!